Jó napot kívánok, kedves nézőink! Az elmúlt évtized nagy változást hozott nagymányok életébe. Az egykori bányásztelepülésből város lett, és egy olyan fejlődési folyamaton ment keresztül, amely egy ilyen méretű kisváros életében nagyon jelentős, talán azt is lehet mondani példaértékű. Karbél a polgármester vendégei vagyunk. Jó napot kívánok, polgármester úr! Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Miért kellett 10 évvel ezelőtt úgy dönteni, hogy várossá nyilvánítatja nagymányokat? Visszamennék az időben még 3 évet. 13 éve választottak meg először polgármesteré, ahol, amikor megkaptam a települést, egy eléggé leült magába roskadt település volt. Fél év után már kiderült, hogy koncepciók, tervek nélkül el kellett kezdeni dolgozni, és ugye az első feladat az volt, el kell dönteni, milyen úton haladunk. Leülünk és várjuk az állami apanást, és azt jó-rosszul elköltjük, vagy egy progresszív, mondhatni agresszív fejlesztésbe kezdünk, ami hát igen merésznek tűnt akkor, sőt talán még most is. És az akkori képviselőtestet úgy döntöttük, hogy a nehezebb utat választjuk. Én akkor elmondtam, hogy gyakorlatilag az iparfejlesztésen múlik minden, meg vissza tudjuk-e telepíteni a hajdani ipart nyilván más szakágakkal, más irányokkal. Mert ha nem, akkor nagy baj van, hiszen Nagymányok egy humán erőbe inkább iparosodott településnek számított. Ugye a bányák megszűntek, az emberek elmentek szanaszét a világba. Vissza lehet-e hozni? Találunk olyan területet, ahol fejleszteni lehet? Ezek mind kérdések voltak. Ez a koncepció összeállt. Tehát nem mondom, hogy az első 3 év könnyű volt, mert a hivataloktól kezdve a bürokráciáig mindenkivel meg kellett küzdeni, mert hihetetlen volt, hogy egy ilyen kis település ilyenbe kezd, és ezt meg is tudja csinálni. És ebbe illett bele a városi cím megszerzése, mert amikor már látszott, hogy valóban lesz ipar Nagymányokon, akkor már nem volt mindegy, hogy akiket ide szeretnénk csábítani, vagy ide jönnek maguktól és érdeklődnek, egy poros kisfaluba jönnek, akár külföldről, akár belföldről, vagy azt mondják otthon, hogy kérem, egy kisvárosba megyünk. És hát akkor gyorsan utána néztem, hogy lehetnénk város. Gyakorlatilag az alapinfrastruktúra, a fejlettségi szint megvolt, de meggyőződésem, hogy a döntéshozóknak nem ez számított, hanem az, hogy a Nagymányok a pályázatába felvázolt egy olyan jövőképet, ami életképessé teheti Nagymányokot. Ugye ez volt a bányanyitások koncepciója, ami mai napig még tart. Volt az iparfejlesztési koncepció, ahol már akkor találtunk területet, és egy tagba szerveztünk nagyon sok önkormányzatot, szanaszét lévő földet egy tagba szerveztünk. Egy olyan területen, ahol egyébként nem nagyon jó gazdálkodni, tehát mezőgazdaságra nem annyira jó. Kicsit árvízveszélyes, erre is készült egy terv, hogy ezt hogy védjük ki. És gyakorlatilag ez a előremutató koncepció, ez lehetett az, ami megfogta a városi címadományozókat, és megkaptuk a címet, illetve még az nagyon sokat nyomhatott alatba, hogy akit én megkértem támogatásra, pártot, szomszéd településeket, megyei önkormányzat, mindenki gyakorlatilag egy feltétel nélküli támogatásról biztosított. Egy kérdés az, hogy a címadók mit szólnak egy ilyen felterjesztéshez. A másik kérdés az, hogy a lakosság mit gondol arról, hogy ő köszönik szépen, akar-e városlakó lenni, vagy köszöni szépen, jó neki, hogy ő egy településen él. Hát érdekes volt, nagyon mai napig is nagyon sokrétű ez a megítélés. Én úgy gondolom, hogy a saját érdekeit jól felfogó nagymányoki lakos örült ennek a címnek, hiszen számára is mást hozhat. Megmondom őszintén, a sajtó olyan nagyon nem örült nekünk. Tehát azért kaptam én hideget, meleget rendesen, hogy mit gondolok én. Én azóta is azt gondolom, mint akkor, hogy igen, ezt meg kellett lépni. És hát a kollégák is értelődtek rajtam, néhányan kérdezték, hogy ablaktörlő nem szükséges esetleg neked, hogy ilyen dologba vágsz bele, és mondtam, hogy nem, én úgy gondolom, hogy ezt végig lehet csinálni, nem 1 év alatt, nem 2 év alatt, nem 10 év alatt, hanem úgy gondolom, hogy egy 50-100 év alatt. Hol tart most a folyamat? Hát a folyamat ott tart, hogy az iparfejlesztés gyakorlatilag megtörtént. Igazából azt lehet mondani, hogy önjáróvá vált. Még 2 üres területünk van a kijelölt területekből, és gyakorlatilag megtelt. Ez azt jelenti, hogy most körülbelül az új területen olyan 700-an, 600-700 között dolgoznak
pontos számokat nem tudunk, mert azért ennyire nem folyunk bele a város, vagy a cégek életébe. A régi vállalkozásokkal együtt 184 élő vállalkozás van Nagymányokon, és akik ide telepedtek, azok köszönik szépen, jól érzik magukat, ez tapasztalható, hiszen mindenki fejlesztésbe gondol, mindenki a mellette lévő területet még megvásárolta, fejlesztések készülnek, a tervek. Nagyon jó a kapcsolat, akár a régi cégeket veszem, akár az újakat, tehát én szívesen bemegyek hozzájuk, csak úgy sétálni egyet, megnézni, hogy hol tartanak. Ezt jó néven is veszik, ha segítséget kérnek, azt megkapják, ha én kérek segítséget, már a kérés előtt megkapom. Több település, szerintem minden önkormányzat tudja, hogy egy fejlett ipar vagy egy jól működő ipar nélkül nem tud települést fejleszteni. Mégis van, akinek sikerül, van, akinek nem. Szóval mi a titok? A munka. Tehát éjjel-nappali munka. El kell hitetni, azért tessék elképzelni, ott volt, amikor az első cég az Nagymányaki volt, Nagy Géza lehet nevezni, érdemes megnézni a munkáját, a telephelyét. A következő egy osztrák érdekeltségű cég volt, ide bejöttek hozzám, hogy hát már évek óta területet keresnek Magyarországon, nem találnak, hogy nálunk lenne lehetőség. Mondtam, itt a térkép, nézzük meg. Az lehet, hogy volna, kimentünk a területre, megnéztük, igen, de semmi nem volt. A Nagy Gézának a kerítése állt, és egy nagy, mocsaras, üres préri, és el kellett hitetni velük azt, hogy jövő december 15-én itt termelés lehet. De nem volt villany, nem volt gáz, semmi. De egy üres terület volt, és hát elhitték. Visszajöttünk, következő kérdés az volt, hogy hát most rendben van, hogy ezt kiválasztották, idáig máshol is eljutottak, de mikor kaphatják meg? És mondtam neki, hát nem tudom, ha sürgős, akkor 2 óra múlva, és ha nem sürgős, akkor jövő héten. Akkor még egyszerűbb volt a sorsunk, mert gyakorlatilag a testület tudott mindenbe dönteni, ma ez mondjuk 2, 3, 4, 5, 7 is lehet, mert ugye bejöttek az állami korlátok. Ez már tetszett a vállalkozónak. Eljött az alapkőletétel. Még mindig voltak kétek, de ez lehetett látni, érzékelni, hogy oldódik a feszültség. Hogy van feszültség bőven, de azért valami lesz, és az igaz, hogy az életem 3 részét ott töltöttem az iparterületen, mert utat kellett építeni, az árvízhelyzetet megoldani, csapadékelvezetés, csatornát, tehát minden infrastruktúrát párhuzamosan építeni kellett, úgyhogy időnként idézőjelben dugó volt az iparterületen, mert mindenki egyszerre akarta végezni a dolgát. És akkor volt egy aranyos momentum, ezt a múltkor a PEMA Kft.-nek a jubileum ünnepségén is elmeséltem, hogy jön gondterhelten az egyik tulajdonos, hogy polgármester, nagy baj van, elfelejtettük, internetre lenne szükség. Mondom, jó, természetes, de optikai kábelen. Hát mondom, megpróbálom megoldani, én már tudtam akkor, hogy egyességet kötöttem a szolgáltatóval, hogy az egész iparterületet optikai kábellel látják el, és akkor úgy megnyugodott, hogy na, hát akkor erre más gondolt, ha mi nem is. És bizony december 15-én gyakorlatilag termelésre kész volt az új épület. Úgy van ez, hogy ha egyszer beindul egy folyamat, akkor az hozza magával a többi vállalkozást? Nem. Nem. Tehát ezt ápolni, gondozni kell, utána menni, eléje menni, sokat beszélgetni, sok ismerőst meginterjúolni, hogy te nem ismersz olyat, aki esetleg itt szeretne otthon találni. Aztán amikor már többen vagyunk, akkor ez már azért generál, mert a hír megy, és a jó hír is megy, hogy igen, azt mondták, hogy december 15 és akkor minden kész volt. Tehát ezt a bizalmat ki kell harcolni, és utána fenn kell tartani. Mit szólt a város? Hát amikor még csak az iparterületet, meg a bányanyításokat feszegettem, akkor még mosolyogtak. Amikor azt mondtam, hogy város leszünk, és ezt a címet megszerezzük, és még agresszívebb fejlesztésbe kezdünk, akkor azért voltak kézmozdulatok, meg kételyek, ami nem volt zavaró, vagy nem volt sértő, csak érthető. Ne, érthető volt, hát hiszen olyat mond ez a szakállas őrült, ami nem szokványos. Most arra gondoltam, hogy ahogy elindult az ipari fejlesztés, tehát mindaz, amit jövőképként letett a testület a város elé, az lassan kezd... Igen, kezdett valóra válni. Hogy reagált erre a város?
Érdekesen, ugye ennek azért voltak áldozatai ennek a fejlesztésnek, hiszen az idő alatt, amíg az iparfejlesztés zajlott a városban, egyéb más nem nagyon. Tehát azért minden erőt oda kellett koncentrálni. Hozzáteszem, hogy anyagi forrásokat nem tudtunk mi mellé rendelni, mert nem volt még akkor, hanem csak munkát és szervezést. Tehát zokon vették nagyon sokan, hogy nem épül járda, nem épül út, semmi egyéb, csak erre koncentrálunk, és mindig azt mondtam, hogy ha már egyszer az ipar termel, több adót fizet, és azért itt megjegyezném, hogy az adóerő képesség az durván a négyszeresére emelkedett ebbe a 10 évbe, akkor már meg tudunk finanszírozni pályázatokat, ha meg tudunk finanszírozni pályázati előkészítéseket, ne adj Isten önerőket betenni, akkor ez már hoz magával nagyon sok mindent, és ez beigazolódott. Mikor fordultat fel? A 4-5 évnél szerintem, amikor már több cég otthonra lehet, és jobban kezdtek hinni benne az emberek is, akkor meg én is, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy bennem is volt kételj, csak ezt nem nagyon szabad mutatni a kételyeket. Illetve hozzátenném, hogy a testület, mindig a mindenkori testülettől megkapta minden bizalmat, lehetőséget, és ezért köszönet is jár nekik, akkor gyakorlatilag fordult a dolog, és mivel választás jön, ezért én készülök a számokkal, és magam is meglepődtem, hogy ebbe a 13 évbe, és itt az utolsó 5-6 év számít igazán, 1460 millió forint érkezett nagymányokra fejlesztésre. Ebből már jó sokat felhasználtunk, de most is zajlanak a fejlesztések. Tehát az iparterületen is még vannak utózöngék, egy kicsi fejlesztés, de mondom, az igazából már önjáró. Ugye közben visszaszereztük a brikettgyárat egy hosszú csata után, ami két telephelyből állt, a vasútállomás, egy 7,7 hektáros terület, iparvágányok vannak, teljesen lepusztulva, lerabolva, és a brikettgyár. Na most a ekkora ipart már ki kell szolgálni logisztikával is. Ezért született az az ötlet, hogy egyrészt egy otthon teremteni a mi saját brigádunknak, ahol normálisan lehet gépet javítani, tárolni, jó munkakörülmények vannak, illetve az ipart kiszolgálandó pályázunk meg egy ilyen barnamezős beruházást. A második fordulóban sikerült is, és már zajlik a beruházás, tehát már úgy gondolom a jövő nyárra használatba vehető lesz. Nem lesz még készen ebből a fejlesztési pénzből, de üzemeltethető lesz. Ugye megmaradt még mellette a brikettgyár, ami egy igen nagy feladat, mert szennyezett terület. Megvan rá az ötletem, hogy tudjuk ezt megoldani. Erről majd akkor beszélünk, amikor megvalósult. Ugye, de ahhoz, hogy az ember pénzt tudjon koldulni, pályázat tudjon beadni, mindegy, hogy minek nevezzük, ahhoz tervekkel kell rendelkezni, és nagyon szerencsés találkozás volt a Pécsi Egyetemmel, mert ott sikerült rábeszélni őket, hogy készült egy koncepció a brikettgyárra, mondhatni is, hogy szinte kész tervekkel, aminek a bemutatója múlt héten volt, ahol vizionál egy szabadidő, szálláshely, sport, extrém sport, szabadidő, szálláshely, munkásszálló vagy oktatási központ. Tehát egy olyan teljes komplexumot, amihez nagymányok természetesen kicsi, tehát ezt úgy kell fölépíteni, hogy mondjuk a Dél-Dunántúl szeresse ezt használni, mert akkor lesz rentábilis. Óriási munka lesz, de ezek a tervek már adnak lehetőséget arra, hogy elinduljak a forrás irányába. Attól, hogy van egy ipari park, az egy adottság. De ebben munkaerőt kell biztosítani. És nem gondolom, hogy Nagymányok lakossága elég ahhoz, hogy ezt az ipari parkot kiszolgálja. Szóval mekkora lett a vonzás? Hát én úgy tudom, hogy most valahol Dombóváron túlról indulnak a buszok reggel a munkaerővel. Ez egy óriási probléma, mert gátja a fejlődésnek, a további fejlődésnek, ezért a múlt évi rendezési terv készítésekor már gondoltunk erre, és elkészültek az új lakóterületek tervei, a kijelölések. Nevezetesen lenne egy kis ifjúsági vagy garzon lakópark, ez már teljesen saját tulajdonban van. Lenne egy nagyobb lakópark, ami távlati, tehát nem holnap, hanem évek múlva, illetve egy családi házas övezet, amihoz szintén meg kell még szerezni a területeket, de ehhez mindez pénz kell természetesen, tehát az iparból próbálunk most majd annyit kivonni, ami ehhez az előkészítéshez kell, és utána nyilván ezt vállalkozókra kell bízni, hogy építse meg,
értékesítse, adja bérbe, hogy azok, akik itt az iparterületen már jól érzik magukat, esetleg már mind a két családtag vagy három családtag itt dolgozik, az tudjon itt letelepedni. Ennek van némi jele már, hiszen az elmúlt három évben már 2-2%-kal nőtt a település létszáma, és a gyönyörűen felújított óvodánk, ahol most bölcsőde is van, az úgy tetszik, hogy kicsivé vált, és most már pályázatot adtunk be egy önálló bölcsőde építésére, hogy a bölcsődei csoportot ki tudjuk venni az óvodából, hogy legyen helyünk, de ha ez a tendencia marad, akkor 5 év múlva el kell gondolkodni, hogy hol építünk még óvodát. Tehát ez egy nagyon jó... Hol épít iskolánk? Iskolánk még elég nagy, tehát hogyha ha minden gyerek ide járna Nagymányokra, aki az óvodából kikerül, még akkor is elbírjuk, ha ez tovább generálódik, az egy nagyon jó helyzet lesz, mert akkor építünk egy új iskolát. Nyilván akkor már nem én, nem hinném, hogy én olyan 70-80 éves koromban még itt tevékeny leszek, de az irány az meg lesz. Az előbb azt mondta, hogy ha ez az egész lakópark és kiszolgáló egység és minden megépül, az nyilván nem csak Nagymányoknak szól, hanem a térségnek is. Mi az a vonzerő, ami Nagymányokra tud hívni bárkit az országból, aki nem dolgozni jön, hanem azért jön ide, hogy élvezze ezt a fejlesztést? Hát egyrészt nagyon szép Nagymányok szerintem. Másrészt nem lehet a munkától elvonatkoztatni. Tehát nyilván az fog ide beköltözni, aki valamilyen módon az egzisztenciáját itt találja meg. Teljesen mindegy, hogy most orvosról beszélek, óvónőről, vagy kétkezi munkásról. Sőt, az lenne most a cél, hogy már ne csak kétkezi munkásokat, betanított munkásokat vonzunk, hanem szürkeállományt is, akik megteremthetik a tovább, nem csak a település továbbfejlődését, hanem az ipar továbbfejlesztését is, hiszen az a jó megoldás, hogyha a cégeknél az innováció is ide kerül. Mert akkor nyilván a bértömeg, átlagbér, stb. Megy fölfelé, és én mindig azzal vigasztalom, mert azért kapok én az ipartelet miatt, hogy itt rabszolgamunka van, meg alacsonyak a bérek. Azért azt, ha valaki kicsit jobban megvizsgálja, látszik, hogy a bérspirál elindult. Ugyan még kicsi a menetemelkedés, de elindult fölfelé, és én úgy gondolom, hogy amikor eljutunk odáig, hogy már van hol lakni, jön a szürke állomány, akkor ez a spirál nagyobb menetemelkedésű lesz, és elfogjuk. Nem azt mondom, hogy Európát egy gyönyörű álom lenne utolérni, nem fogjuk utolérni, de hogy országon belül föl tudunk talán zárkozni a jó jövedelmű városokhoz, azt én vizionálni merem. Egy picit nagyobb városnak gondolja a jövő Nagymányokát, mint a mostanit? Hát én a múltkor általában rossz számot mondtam, én azt mondtam, hogy mindenképpen a hajdani létszámot el kéne érni, 4000 számot mondtam, aztán utána valaki rám szólt, hogy 3600 volt Nagymányoknak a csúcs létszáma. Én úgy gondolom, hogy a 3500-4000-et el kellene érni, lehet, hogy még picit többet. Annál nagyobbra nem gondolnék, mert a város területe, az infrastruktúra több embert már nem fog tudni kiszolgálni, viszont ezt nagyon jó színvonalon. Nem kis feladat. Mi az, ami az elkövetkezendő ciklusra vár? Hát ugye én azt mondtam és mondom most is, de ezt nem most kezdtem mondani, hanem 13 évvel ezelőtt, hogy az első utam az iparfejlesztés. Ez gyakorlatilag a maradék már önálló, tehát az már gyakorlatilag tőlünk függetlenül is tud működni. A következő lépés az lenne, hogy a meglévő infrastruktúránkat felújítani, fejleszteni, élhetőbbé tenni, szebbé tenni, ami már elindult, ugye, mert azért a városközpont kezdeményezés piactérrel, művelődési házzal, játszóterekkel kialakult. Az egyetem megkapta tőlem a következő megbízást, szintén ingyen, társadalmi munkában, hogy egy városközpontot képzeljen el, hogy azért egy kicsit legyen egy olyan helye a városnak, ahová lehet menni szórakozni, dolgozni, hivatalba intézkedni, buszhoz menni, vonathoz menni, tehát ugye ezt meg kell teremteni. A másik óriási feladat ezek után, vagy ezekkel párhuzamosan, ugye van nekünk egy bányatelepünk, ami hát 1800 körül épült, barak jellegű építményekkel, ezeknek a rehabilitációs terve is úgy gondolom, hogy egy éven belül elkészülnek, amihez megint nagyon sok pénzt kell teremteni, de úgy gondolom, hogy így összességében egy jól élhető, nagyon szép kis városunk lesz.
Vissza vannak még az utak, bár elkezdtünk már hol saját erőből, hol pályázatunkból utakat építeni, valamennyi járdát, tehát ezek nem célok, ez már egy folyamat. Tehát mindig valami elkezdett becsatlakozik. Elkezdett visszajönni a pénz az iparfejlesztésből? Igen. Olyan módon, hogy lehessen a várost fejleszteni? Igen, olyan módon, hogy amit most már az ipar adóként befizet, abból már legalább elő tudjuk készíteni a pályázatokat, mert ez egy pályázat előkészítés, ha nincs meg időbe, megjelenhet a pályázat, nem tudjuk benyújtani, mert nem vagyok kész, ezt meg kell tudni finanszírozni. Terveket, papírmunkát, engedélyeket, stb. De már vannak olyan pályázataink, például az útjavítások, ahol mindenképpen önerőt kell betenni, és ezeket az önerőket, ha véres verejtékes, de meg tudjuk teremteni, és meg tudjuk valósítani, mert ezelőtt mondjuk 10 évvel hiába írtak volna ki pályázatot, útépítése 10 vagy 20 vagy 30% önerővel, biztos, hogy nem tudtuk volna meglépni, hiszen az élethez szükséges pénz is kevés volt. Nyugodtabb ma már a jövőt tekintve, mint... Nem. Úgy gondolom, hogy nem lehet megnyugodni, ez egy állandó stressz, vagy nem is nevezném stressznek, egy állandó... Kihívás? Igen, ez egy jó szó, kihívás, hogy ez még nincs kész, jönnek sorba, de nem biztos, hogy a sorba következőt tudom megteremteni, mert nem arra tudok pályázni, hanem a sorba a 7. vagy 8., és akkor ez a kívülállónak hülyeségnek látszik, hogy ott a semmibe építettünk valamit, de látni kell, hogy ennek a folyamatnak össze kell egyszer érni. Ugye én azt szoktam mondani, és ezért a kollégák sem nagyon szeretnek, már a polgármester kollégák, hogyha valaki bátorkodik beülni egy polgármesteri székbe, az ugyan lehet, hogy csak 4 vagy 5 évre választották, de próbáljon még 40-50-100 évbe gondolkodni, mert akkor tud előre lépni, illetve akkor, hogyha darabonként is valósulnak meg dolgok egymástól függetlenül, de az akkor egy egység lesz. Polgármester úr, köszönöm szépen, további jó munkát kívánunk. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!